Sziasztok srácok, én Ajda vagyok, és szeretném nektek megmutatni a Slime Rancher 2-t, ugyanis szeptember 22-én kijött a Slime Rancher legújabb része, azaz a második rész, és már elérhető PC-n, illetve Xboxon. És most szeretnék egy kis betekintést nyújtani abba, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki a játék új verziója. Ha szeretnétek megvásárolni ti is a játékot, akkor ezt megtehetitek Steamen keresztül, ahol 10.000 forint úgy nagyjából átszámítva, illetve Epic Games-en keresztül, ahol 8.000 forint, szóval ott olcsóbban tudjátok beszerezni, hogyha ez esetleg számít nektek. A leírásba letettem a linket, hogy hol tudjátok megvenni a játékot. Iszonyatosan régóta vártam már, és ha bár az egyet még nem fejeztem be, attól függetlenül én a kettővel el fogok kezdeni játszani. Jaj, nagyon izgalmatos! Na, hát a zene az nagyon epikus, laza, kózis. Hát nagyon izgulok. Play, loading! Feltehetően nem láthattátok az elejét a játéknak, mert sajnos 120 FPS-en hagytam, ami nagy hiba volt, mert csak 30 FPS-en tudom nektek megmutatni a játékot, mert egyszerűen nem bírja a gépem a magasabb FPS számot, de remélem, hogy azért így is fog nektek tetszeni. Nekem egyébként a grafika iszonyatosan tetszik, tehát ez elképesztő, ahogyan kinéz a játék. Ez tényleg gyönyörű. És ugye itt van egy ilyen elhagyatott dolog. Na, aktiváljuk, itt mi van? Lehet aludni ugyanúgy, jó, visszatérünk ide. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy magyar felirat elérhető lesz-e a játékhoz, vagy sem. Vagy ha nem is felirat, bocsánat, akkor ugye úgymond magyarítás. Ez itt mi? System Offline. Jó, ezt tudjuk, hogy ezzel tudunk szippantani dolgokat, ezzel megvenni. Akkor szerintem kezdjük az első slime-mal, szippantsuk is be. Kész is! Nos! A slime-ok az én kulcsaim a sikerhez. És ezeket be kéne rakni majd egy ilyen helyre. Most mennyi van? 250 aranyam van. Ez mi? Itt egy plort. És ez ugyanúgy néz ki, mint ugye az első részben. Itt van úgymond a piac tér. Tehát ezt a slime-ot már el is tudjuk adni. És mennyit is ért? 14-et ért. Oké, hát remélem tényleg nem nagy probléma, hogy én nektek ennyibe mutatom be 30 FPS-be, de sajnos többet nem tudok. Na, ez a pinki slime, és akkor, ha minden igaz, be tudjuk őket ide rakni. És nagyon jó, mert a pinki slime-okhoz kiírja, hogy ha rávisszük ugye a kurzort, hogy mit esznek, tehát gyümölcsöt, zöldséget és húst is. Ez egy csikádó, egy pici csirke. Tökéletes. Én szerintem lehet, hogy őket beraknám a mellette lévő ketrecbe, de ez attól függ, hogy mennyire tudom ezt megvenni. 250-nél tudok aktiválni, szerintem én ezt meg is veszem. És ide berakom a kis csirkéimet. És nyilván ezeket is lehet fejleszteni. Mennyire érdekes ez a menü, igazából ez abszolút máshogy néz ki, megváltozott. Ezt a pici csikádót még ide behelyezzük. Itt a következő feladat, méghozzá az, hogy ide tudom ugye a plortokat behelyezni, ezt ugye nagyon jól ismerjük. Itt van valami nagyon sötét alagút, oda azért még nem mennék le. Ez itt micsoda? Itt egy pipike. Hello, pipi! Na, gyere szépen! Ezt pedig lehet aktiválni 1800-ért, ez pedig a The Galley. De ezt még nem tudjuk megvenni. Itt pedig, hát le lehet menni, de itt nem megyünk le. Az ott micsoda? Hoppá! Lehet, hogy ezt nem kellett volna. És itt amúgy fel tudok menni, vagy nem tudok visszamenni. Nem jó, csirke! Úristen, lehet, hogy örökre itt maradok lent. Na most itt mi lesz? Na mindegy, menjünk be akkor a bányába. Wow! Hát ez meg mi a csuda? Már így elérhető a laboratórium? Hát ez az előző részben, ez fel kellett volna valahogy oldani. Mindenféle dolgot lehet megvenni, ugye ez a fabrikátorunk. Oké. Ez pedig a finomítónk. Itt tudjuk finomítani a dolgokat. Értem. És van itt még esetleg egy kijárat? Igen! Az a lépcső vezet ide. Még van valami? Nagyon hosszú egyébként. Azt a micsoda rendszer van itt lent. Te jó ég! Sova tudunk itt menni? Ez mi? Wow! Na jó, hát akkor menjünk. Fedezzünk fel, mert ez nagyon, nagyon nagy ez a sziget szerintem. Az M betűt még meg se néztük. Hűha, ugye itt van.
Itt van a hazánk, és ez azt a... Na jó, ez hatalmas. És itt van egy kikötő. Hát ez meg... Wow! Azt sem tudom már, hol vagyok, de menjünk. Na jó, vissza kell menni, várjatok. Tudom, a Plort Markethoz kéne visszajutni. Ahhoz viszont szükségünk van egy Plortra. És ezt mindjárt meg is kapjuk, ugyanis adtunk a rózsaszín slime-onknak egy kis csibécskét. Na itt a Pink Plort, és akkor tessék, 28. Jó, ez ki van pipálva. És tasty foodot kéne nekik adni, amit már szintén megtettem, csak egy kicsit ugye később. Vagyis egy kicsit korábban tettem meg azt, hogy adtam nekik csirkét. Akkor várni kell arra, hogy felnőjenek, vagy nem tudom. Keresni még pipit. Na jó, hát akkor elkezdünk gyűjtögetni, és hogyha van valami igazán érdekes, akkor azt megmutatom nektek. Azt a demenő néz ki az a szikla. Hát nem tudom, én meglepődtem azon, hogy igazából szinte ugyanaz minden, mármint jó, nyilván a sziget az máshogy néz ki, de hogy lehettek volna például sokkal különlegesebb alapgyümölcsök, tehát hogy én nem ugyanazokat tettem volna ide be. Oh, itt van a nyuszi! Nyuszika! Nyuszika slime! Jaj, de aranyos! Hát ez iszonyatosan cuki. Úristen, és mekkora nagy nyuszi lett belőle. El is visszük a nyuszi slime-ot. Szia! Szépen begyűjtjük őket, és viszünk egy kis répát is. Ez micsoda? Ez egy bogár! Gigi Log! Ez egy kutató drón. Azt a mindenit. Majd lehet, gondolom, később aktiválni. Nos, el is jött az idő, hogy akkor ezeket a slime-okat ide behelyezzem. Hát szerintem egyébként ki fognak ugrani. Na mindegy, és adok nekik répát, és akkor termelnek nekem sok-sok plortot. Mennyi nyuszi van amúgy, iszonyatosan cuki, muszáj egyet még elvinnem. Hát ez a nyusz is a nagy kedvencem. Nos, itt van ismételten egy megálló. Ó, felfedeztem ezt a következő részt. Oké, map data acquired. Ez pedig a következő. Na ez micsoda? Aktiválni kell. El lehet adni plort itt is. Vagy nem? Na várjatok, ide gyűjteni lehet a plortot, mert ugye ez a finomító. Oké. Itt van egy hetes, szivárvány színű valami. Ez pedig egy emerald. Cypress, ez egy smaragd, de ciprus. Értem, köszönöm szépen. Hát akkor már ezt is ismerjük. Ajjaj, ott nagyon-nagyon sok az ilyen gonosz slime. Nem lesz jó. Tudnám, hogy ez mi volt ez? Ó, ez is valami érdekes dolog, ez valami káposzta, hogy mi lehet. Szóval, hogyha tudnám, hogy miért változtak át, akkor örülnék is neki. Ó, itt vannak a Tebbi slime-ok is. Sziasztok! Sziasztok, Tebbiké! Szerintem egyébként pont, hogy a másik irányba kezdtem eljönni. Azt sem tudom már, hol vagyok. Wow, hát ez meg mi a fene lehet? Mi ez a fura terület? Na mindegy, a pipiket azért begyűjtöm, hogy legyen nekem. És megint itt vagyok? Vagy ez megint egy másik rész? Most már kezdek teljesen összekavarodni. Nem, ez egy másik rész. És ezek mik? Mi a fene lehet ez? Melyik is az ez? A garden. Tudok. Király, és akkor ezt rakom bele a répácskát. Tökéletes. Tökéletes. Azt mondja a fabrikátor. És itt... kéne egy cotton plort, illetve 450, hogy tudjak valamit csinálni. Ja igen, ehhez kell. Á, jó, értem. Ezeket lehet fejleszteni. Á, a nyuszik. Kiszabadultak a nyuszikák. Nem jó. Nagyon rossz kedvűek, azt mondják, hogy ők léptek. Nem tudom, én valahogy másra számítottam. Ez a játék nekem így 10.000 forintot biztos, hogy nem ér meg. Tessék, egyel. De hát lehet, hogy még rengeteg dolog van benne, amit még nem láttam, vagy ami esetleg majd feldobja a játékot. Minden esetre szeretném ugye az első részt is folytatni, illetve ezzel a részen is szépen haladgatni. Azt itt egy hatalmas nagy macska helyett, azt itt egy hatalmas nagy nyuszi slime. Szóval itt van az egyik, és itt nem lehet bejelölni, vagy valami, hogy tudjam. Oké. Tudom, hogy ez a zene azt jelenti, hogy jönnek a gonoszok, de...
Aj, még kéne neki répa, nincs valahol még répa. Ez mi lehet? Ó, oh, water lettuce. És ezt vajon melyik slime-ok eszik? Találtam ugye még egyet, szerintem, aha, ő eszi ezt a pogót. Nem tudom, hogy esetleg pipit eszik? Azt is eszik. Jó, akkor adok neki mindent. Hiszem szájnak ingere? Adok még neki pipit, hát ha kipukkad. Zöldséget is eszik? Ó. Kipukkad, kipukkad! Mi ez? Hol van? Ó! Wow! Júj! Oké. És ez mire volt jó? Ó! Ez menő. Ide fel tudtam jutni. Figyeld már, mi a fene történik. Oké. Jesszusom! És ez mire lesz jó? Az valami teleport? Vagy mi a fene? Ott van egy arany valami. Gyere ide! Hova lett? Kipukkadt! És itt nem volt kulcs meg semmi. De érdekes. Ó, vannak ilyenek is. Na jó, ezt akkor kidobjuk. És ezt szépen a Q-berry-t elhozzuk innen. Ó, az ott mi? Ó, gyerünk gyorsan! Ó, aktiváltuk ezt a részt! Menciken! Na de, én egyébként nem ide indultam. Tehát az a vicces, hogy én tökre nem ide indultam, hanem erre. Aha, itt van, ez lesz az. Jó. Hát akkor folytassuk. Oké. Oké. Ó, hát ez meg mi a fene lehet? Ez mi? Jó, hát gondolom ebben pénz volt, ahogy látom. Meg rengeteg pici nyuszi. Itt van a következő. Ott van. Azt ott szembe. Azt ott szembe bizony. Jej, leszette, és az mi lehet az ott szembe? Úristen, oké. Hát akkor lássuk meg, hogy ez micsoda. Oké, Amber Valley-be kerültünk. És ez azt jelenti, aha, hogy ez egy teljesen új sziget. Ó, de itt muszáj lemennem, itt azért le tudok menni. Vissza is tudok majd jönni, szóval nem lesz itt problémátéke. Oké, egyelőre itt minden ugyanaz. Itt van egy ilyen rész. Ez micsoda? Semmi. Itt van egy ilyen. Na. Ó, pipik vannak benne. Ez egy új slime. Aj, a fenelje meg. Na most mit csináljak? Ezért vissza kell jönni, és ez milyen slime? Angler, és azt írja, hogy csak húst eszik. És itt is van egy ilyen. Lehet, hogy őt is nem. Őt nem lehet ezzel etetni. Ja, a gyümölcs. Akkor hozzá viszont gyümölcsöt kell hozni. Na és ez a water lettuce, na ennek is kellene egyébként venni egy területet. Tehát ez biztos. Ó, itt a fa az egy kicsit máshogy néz ki. Ide. Aha, be tudjuk rakni. Ez a kedvencük. Figyeld már! Húha, és ezért dupla követ adnak. Na hát meglátjuk, szerintem ennyi nem elég, tehát sokkal több kell majd neki. Jó, és még egy. Aha, az a kedvence. Na hát, akkor még kell. Ó, ott van még. Van még gyümölc. Hát szurkoljatok, hogy ennyi elég legyen neki. Aha, és elég is. Na ez itt micsoda. Úristen, mennyi van! Wow! Azt a mindenit! És ehhez mi kell vajon? Nem tudom, hogy ez mi kell. Azt mondja, szükséges egy fejlesztés ahhoz, hogy ezt itt ki tud venni. Kéne a tank boosterhez még tebbiplort. Jó lenne ezeket megcsinálni, amit meg tudok. Szerintem én ezt a rezonátort, ezt megnézem. Na, ezt a részt viszont még nem néztem meg, mármint, hogy még nem teleportáltam. Márpedig erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi lehet. Oké, Starlight Strand. Mégis így. És strandra kerültünk, hívjuk strandnak.
Melyik... ja, hogy ez az a rész. Jó, oké. Melyik rész? Hát ez. Rendítsek. Én szerintem amúgy a foszfor slime-okat kidobom, mert igazából... ők elérhetőek, tehát nincs szükségem. Nincs szükségem rájuk. Ez pedig... Laube... ez kell, a honey slime. Az kell bizony. Itt vannak ezek a kékek. Jó. A jól ismert a rock slime-ok. Már hiányoztak is. Hoppáka! Hát ez meg mi lehet? Ez is egy ajtó. Átlátszó! Lárcsó! Ajaj, ez egy vad! Hess innen! Nem szeretem a vadokat. Nem lehet őket megszelidíteni. Ó! Hunter Gordo! Aha! Szereti a húst, szóval azt kell neki adni. Oké, akkor ide visszajövünk, annyi, hogy fel kéne fedezni. Mi a fene ez? Valami szobor? Oké. Upgrade-eljük. Igen. Oké, és akkor most ez hogy lett upgrade-elve? Na, ezt elvileg be tudom gyűjteni. Ó. Ó. Ennyi? Vagy még lehet gyűjteni. Azt, és akkor innen lehet a deep brine. Tehát a mély sóoldatot ezekből tudom begyűjteni. Na hát ezt jó tudni. És ezt is be tudjuk gyűjteni? Na figyeld már! Ez pedig a jellystone. Gyűha! Azt, ez mi a fene? Mi a fene? Na jó, ez... wow! Még tudunk kiszedni belőle? Nem, ez ennyi volt. Úristen, hát ez egy mi? Aszta! Ez valami új! Jaj, ne! Jaj, bántanak! Úristen, mennyi ilyen slime van, tud jó ég! Ezt is szét tudom szedni. Ó. Ez a Radiant Ore. Szóval, fel kell írnom, hogy konkrétan mire van szükségem, mert ez így nem lesz jó. És a Water Tank a következő, ami kell, ezt is én felírom. Szerintem elsőre nagyjából egyébként már sikerült mindent megmutatnom. Hát igazából már csak véghez kéne vinni ezeket a fejlesztéseket, viszont nem szeretnék mindent az első részben megcsinálni, ez tényleg csak egy ilyen bemutató lett volna, hanem a következő részekben arra fogok koncentrálni, hogy akkor ezeket a dolgokat összegyűjtsem, és mindent fejleszek, amit csak tudok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Az új slime-okat, azokat a következő részben fogom majd befogni, illetve az új területeket is majd csak akkor tudom megmutatni, mert azért eléggé sok időt igénybe vesz az, hogy ezeket a lóvékat összegyűjtsem, illetve mindenféle nyersanyagot és hozzávalót begyűjtsek. Szóval majd a következő részekben szépen lassan haladva tényleg mindent meg tudok majd mutatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, és hát nem sokára érkezem a következővel. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, minden fontos információt a videónak a leírásában megtaláltok, és vigyázzatok magatokra! Sziasztok!